A szimulátorokat próbálják ki éppen Pécs legújabb játéktermében. Országosan is különleges helyet alakítottak ki az e-sport szerelmeseinek. Ehhez hasonló játékteremről csak egy budapesti játékteremről tudunk, ami hasonlóan e-sport célokat szolgál, nem csak szórakoztatás, hanem annál egy kicsit több is van benne. Ugye ez az e-sport, ez manapság már mindenhol divat, lassan talán még olimpiai versenyszám is lesz egy-két játék, úgyhogy erre ilyen pécsi bázist szeretnénk itt létrehozni. De mellette családi szórakoztatásnak is megfelelő, de a magányos gémereknek szintén remek lehetőséget nyújtanak itt. Amit itt találhat az ember, három szimulátorboxunkba autóversenyzős játékkal játszhatnak, szólóba is, de akár egymás ellen is küzdve a három szimulátoron. Ezen kívül vannak Xboxaink, ahol FIFA-t, Battlefrontot, tehát különböző közkedvelt játékot játszhatnak. Van egy e-sport arénánk, ahol az öt elleni játékot gyakorolhatják. Céljuk, hogy az e-sporttal foglalkozókat felkarolják, lehetőséget biztosítsanak nekik. Tervezünk helyet biztosítani e-sport csapatnak, akik már esetleg régebbi hagyományokkal rendelkeznek, ezeket próbáljuk felkutatni itt Pécsen. Ezen kívül van egy videóstúdiónk is. Oda vloggereket várják, akik profi körülmények között készíthetnek itt tartalmakat és tölthetik fel az oldalukra. A 16 gamer PC mellett VR szemüvegeket is lehet használni. A szülőknek pihenősarkot alakítottak ki, ahol megvárhatják a gyerekeket, amíg befejezik a játékot a Kertvárosi e-sport centrumban.